Szeretettel köszöntelek benneteket, akik eljöttetek, hogy együtt ünnepeljünk. Külön köszöntöm a Momentum és a DK tagjait. Először hallgassuk meg Tóth Kálmán Szabad sajtó című versét, előadja László Marcell. Tóth Kálmán, Szabad sajtó. Még elvehetik vagyonod, vagy katonának gyermeket. Emberi kéz gyűjtötte azt, ez meg anyától született. Hogy is kezdődött 1848 van a szabadsághoz mely szavakkal? Talpra magyar, hű a haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés már. Magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább. Nem voltunk itt a Gondolom nagy költségvetéssel, és igazán drága szónokkal, muzsikusokkal, lovakkal felékesített városi ünnepséget. Nem mentünk el, mert meg szeretnénk mutatni, meg kell mutatnunk a városnak, hogy talán kevesen, de összefogva képesek vagyunk egy normális Magyarországot, egy európai elkötelezettségű Magyarországot reprezentálni. Együtt kell menni, ahogyan a gróf Batthyány, ahogyan a gróf Széchenyi, ahogyan a herceg Eszterházy, a báró Ötvös ment, a köznemes Kossuthtal, ahogy a velük tartó közemberpolgár Petőfi, parasztok, a kereskedők, a munkások, a keresztények és zsidók együtt léptek fel a nagy cél, a szabadság és függetlenség érdekében, zsarnokság ellen a polgári Magyarország. Lépünk mi is, ma még kevesen, de küzdve igazunkat kimondva fellépünk a most is agresszív oroszokat és a maosta kommunistákat kiszolgáló, a népet kifosztó hatalommal szemben. Mondjuk el Deák Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Csáth László szobránál, hogy mi a szabadság szerető polgári Magyarország szószólói vagyunk. 174 évvel ezelőtti március forradalmai leírták a polgári Magyarország alapdokumentumát 12 pontban. Mit is írtak le? Azt, hogy mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyenlőség. Ugye nem kívántok azokkal menni, azokkal koszorúzni, azokkal közös ünnepben részt venni, akik végtelen civilizmusukkal semmibe veszik ezt a 12 pontot. De mit kíván a magyar nemzet? Hogy legyen béke, szabadság és egyenlőség. Milyen béke van, amikor a kormány minden megszólalása a nemzet velük nem értő részét ócsárolja? Ha nem jó oldalon állsz, milyen szabadságod van? Ilyen szociális viszonyok közt hol találod a testvériséget? Menjük csak végig egy a nyolc követeléseit. Hogy kezdődik? Első pont. Kívánjuk sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Én nagyon-nagyon örülök, hogy az első szólalás, a vers, a szabad sajtóról szól. Már 1848-ban is, hogyha megyünk majd Széchenyinél is, az első számú követelés a szabad szólás, mert a szabad szólás, a szabad sajtó az ellenőrzi, kontrollálja a jókat és a rosszokat. Az embereket korrektúban tájékoztatja. Együtt lehet menetelni azokkal, akik megfojtották a szabad sajtót. Az összes megyei lapot, a nagyországos lapokat centralizálva felszámolták a legnagyobb példányszámú országos lapot, a Népszabadságot, a legnagyobb internetes felületet, az Indexet, és az utolsó szabad rádiót, a Klubrádiót. Lehet ezekkel együtt menni? Mert felelős minisztériumot Budapesten, felelős minisztérium. Annak idején, 1848-ban még nem volt Magyarországnak minisztertanácsa, csak helytartós tanácsa.
nagyon a felé megyünk, hogy már újra a pártállami időkre visszatérő minisztériumok, aféle végrehajtó, csinovnyikok kezében működő szervezetek, nem a nemzet, hanem a párt és a saját család kormány. Lehet együtt menni azokkal, akik ezt kiszolgálják? És mit is követeltek a március útra? Felelős minisztérium. A népnek felelős, elszámoltatható és elszámoló minisztériumokat. Igenis, ismét követelnünk kell. Felelős kormány Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Ugye annak idején három évente kellett összejönni az országgyűlés, ez egy nagyon nagy szó. Ma 133 fejbókoló ember minden parancsot, ami péntek este születik, hétfőre megszavaz, és estére pedig törvényé válik. Szabad ilyen emberekkel együtt lenni. A törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Ugye nem akartak együtt menni azokkal, akik a törvény előtt egyenlőben, akik megmondják nektek, hogy miben higgyünk, melyik könyvet olvas, melyik színdarabot, nézd, melyik darab közben menjél el büfézni, tudásból. Akik a maga szája szerint a magyar politikai és gazdasági hatalom érdekében írnak át törvényeket, alkotnak. Akik szakítva a polgári állam alapelvével az állam és egyház szétválasztásával újra egyházi kézzel játszanak egy csomó oktatási és szociális intézményt. Lehet ezekkel együtt menni? Nemzeti őrsereg, ma nincsen olyan ellenség, amellyel szemben hadnak kellene fogni a lakosságot. Nemzeti őrseregünk a NATO kötelékében, annak munkanosztásában van felszerelve, de azt kell, hogy a nemzet érdekeinek megfelelően és annak ellenőrzése által működjön. Ugye nem akartok olyanokkal menni, azokkal koszorúzni, akik a nemzeti sereget saját hatalmuk részének tekintik. És asszonykában még budapesti polgármestert is akarnak csinálni. Kedves teherviselés! Annak idején a nemesek nem adóztak, a jobbágyok és a polgárok tartották el az államot. A közigazgatás nagycsinál. A közteherviselés elve a mindenki adózik, a polgári társadalom alapján. Ugye nem akartok egyetértésben lenni azokkal, akik a gazdagokat mérsékelten, a szegényeket pedig a minimum szinten élőket, meg erőn felül adóztatják. Progresszív adózás, ez a közös teherviselés a mai polgári állam, és csak az utóbbi 10 évben nálunk nem követett, alapelve. Ismerik a játék szabályait. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Nem rossz idő, hogy ez nem tartozik maira, dehogy nem. Csak a vak nem látja, hogy visszatér a nagy birtokrendszer. Kevesek kezén ma hatalmas föld, államilag kisnafirodott, hatalmas, titkos és nemzeti gyarapodást nem szolgáló vagyonok halmozottak fel. Ezeket folytonosan a pillanatnyi magánérdekeknek megfelelő törvényekkel, közigazgatás és egyéb eszközökkel teszik ellenőrizhetetlenné, láthatatlanná. Ezekkel akartok együtt menni. Esküdszék képviseleti egyenlőség alapján. A korabeli időszak legmodernebb bírósági rendszerét kívánták a Pilvex fiataljai. A hatalommegosztás tekintetében a bíróságok és a bírói függetlenség a polgári társadalom egyik fő ismérve. Ugye nem akartok azokkal együtt fejet hajtani a polgári Magyarország megteremtői előtt, akik a kinevelési rendszerre, a legfőbb bíróságok, az ügyészségek függetlenségét úgy szűk, egy szűk hatalmi elit érdekében felszámolták. Nemzeti Bank. Polgári Magyarország Nemzeti Bank nélkül nem működhet. A nemzeti azt jelenti, hogy az független, a nemzet akaratából működik, a nemzet érdekében. Így van ez? A banki pártkatonák műkítsekbe, kontrollálhatatlan alapítványukba tologatják. A Nemzeti Bank, azaz a nemzet vagyok. Támogatjátok, részítetek ezeket. A katonaság esküdjék
meg az alkotmányra, magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőle. Ebben ma az aktuális, hogy a katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Ne párt, ne egy kis belső kör, hanem a nemzethadserege legyen. Persze ehhez alkotmány kell. És magyar katonákat ne vigyék külföldre. Mit keresünk Csádba emberek? Van erről egyetlen egy információ? Politikai státuszfoglyok szabadon bocsássanak. Már annak idején csak egy státuszfoglyok volt, úgy hívták, hogy Táncsics Mihály, és ma sincs tudomásunk szerint ilyen, de megyünk afelé. Ezen a szabadságjogok, a sajtó, a szólás, a gyülekezés korlátozása azt jelenti, hogy a párt, az ellenzék pártok embereit rendszeresen figyelik, néha bilincsbe viszik el néhány órára, aztán ítéleteket mondanak, megfélebbezkednek, és a sajtójuk ezt állandóan első oldalas, első perces tudósításba adja. Kívánjátok a szabadságot? Akkor megyetek. Unió az az Egyesülés Erdély. Szeretném elmondani, hogy 1526-tól 1867-ig Erdély külön státuszú volt, és 1918-tól ismert okok jöttek Magyarország része. Tehát amikor erdélyezünk, akkor azért gondoljunk arra, hogy ott 10 millió ember él, és abból másfél millió a magyar. Az ügynek nemzeti egységet nem így, hogy a Trianon szörnyűségeit a őra teremtenénk, hanem az Európai Unión belülről kell megalkotni. Az Európai Uniónak kell olyan jogszabályokat adni, amelyek nem tudják tartani az elszakadt nemzetrészeket is. A nacionalizmus fog eredményezni, ez már 48-ban is problémát okozott. Ne kísértsük a sorsot. Egyenlőség, szabadság, testvérség. Ez 48 márciusának a nagy mondani valója. Örülök, hogy eljöttetek, és hogy emlékezünk a pesti 48-asokról, a pesti, a pozsonyi országgyűlés embereivel, akik éppen ezekben az órákban 174 évvel ezelőtt szálltak hajóra. Még aznap lett kinevezett miniszterelnök, és néhány nap múlva egy független kormány, és lett a 48-as forradalom volt Európában egyedülálló módon egy vértelen, törvényes forradalom, amelyet aztán a uralkodó parancsára megtámadnak, és végül az oroszok folytják végre. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Éljen a független Magyarország! Köszönjük szépen Hóbor József gondolatait, igaz gondolatait. Most pedig hallgassuk meg Petőfi Sándor 15. március 1848 című versét, előadja Kressz Dóra. Petőfi Sándor, 15. március 1848. Magyar történet múzsája, vésőt soká nyúgodott. Vedd föl azt, s örök tábládra vést föl ezt a nagy napot. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mink 24 óra alatt. Csattogjatok, csattogjatok gondolatink szárnyai, nem vagytok már többé rabok, szétszabad már szállani. Szálljatok szét a hazában, melyet eddig láncotok égető karikájában kínosan sirattatok. Szabad sajtó, már ezentúl nem féltelek nemzetem, szívedben a vér megindul, s éled a félholt tetem. Ott áll majd a krónikákban nevet pesti ifjúság, a hon a halálórában benned lelte orvosán. Míg az országgyűlés ott fenn, mint szokása régóta, csak beszélt nagy sikeretlen, itt megkondult az óra.
Tetre ifja, tetre végre, verjük le a lakatot, mit sajtónkra, e szentségre istentelen kéz rakott. És ha jő a zsoldos ellen, majd bevárjuk, mit teszen. Inkább szuronya szívekben, mint bilincs a kezeken. Föl a szabadság nevében, Pestnek elszánt ifjai, s lelkesülés szentühében rohantunk hódítani. És kiállott volna ellen, ezren és ezren valánk, s minden arcon, minden szemben rettenetes volt a láng. Egy kiáltás, egy mennydörgés volt az ezerek hangja, odatört a sajtóhoz és zárját lepattantotta. Nem elég, most föl Budára, ott egy író fogva van, mert nemzetének javára célozott munkáiban. S fölmenénk az ős Budába, fölrepültünk, mint sasok, terhünktől a vénhegy lába majdnem összeroskadott. A rab írót oly örömmes diadallal hoztuk el, aminőt ez az öreg hely Mátyás alatt ünnepelt. Magyar történet múzsája, vésd ezeket kövedre, az utóvilág tudtára, ott tanáljon örökre. S te szívem, ha hozzád férne, hogy kevély légy, lehetnél, e hős ifjúság vezére, voltam e nagy tetteknél. Egy ilyen nap vezérsége, s díjazva van az élet, Napóleon dicsősége, te veled sem cseréle. Koszorúzás következik. Hallgassuk meg Békési Tamás, Babits Mihály, Petőfi Koszorúi című verset. Kedves barátaim, Babits 1923-ban írta ezt a verset. Elborzasztotta, hogy hogyan használják Petőfi nevét, a forradalmunkat akkor. Tehát Babits Mihály, Petőfi Koszorúi, avagy virág vagy te hazám ifjúsága. Hol a szem szemével farkas szemet nézni? Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vagy ünnep, és a mai napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdalán magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talán zajja csendje. És úgy támoljog az idők sikvárti sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakont, avagy gyáván bújik, és a bilincses ajak rabszavakat hadar. Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk, keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hangjai kint a hideg temetőnek. Kelj fel, magyar ifjúság, tépd le a virágot, melyet eszméinek ellensége rádob emlékére őnek. Kelj fel, magyar ifjúság, légy a virág magad, nem drótos küzérbe gördítve, vagy szabad. Légy szabad virág, szabad földön, hogy árván maradva, megrabott birtokán, mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te? Légy virág, légy vigasz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlőcét, aki elkerülte, most hazug koszorog láncait, ne tűrje eleve emlékén. Yeah.